A nyári szünidő kezdetével a különböző tematikájú táborok is megnyitják kapuikat az unatkozó gyerekek előtt. A vérteszőlősi könyvtáros tábor már közel 15 éve várja színes programokkal a diákokat. Az egyhetes időtartam alatt a kötelező közmunka keretében középiskolás diákok vesznek részt a táborozók felügyeletében. 14. alkalommal rendezzük meg a könyvtáros tábort, és hála Istennek nagy az érdeklődés. Olyannyira, hogy akik gyerekként, mint táborozó részt vettek a rendezvényen, nagyon sokan közülük most segítőként, középiskolás segítőként vannak itt. Nagyon nagy öröm, hogy ezt így meg tudjuk rendezni. A programok közt szerepel kerékpártúra, kirándulás a római táborba, túra a Sárkánysziklához és egyéb sport vagy kézműves foglalkozások is várják a diákokat. A gyerekek ellátása és felügyelete az egész tábor ideje alatt biztosított. Általános iskola alsó tagozata jellemzően az, akikre számítunk, és olyan 20 fő szokott lenni a limit, akikre még biztonsággal tudunk figyelni, akiket még le tudunk kötni, akikkel még igazán úgy tudunk foglalkozni, hogy kell. A tábor programja viszonylag sokrétű, mert nagyon gyakran megyünk kirándulni, nagyon gyakran játszunk a szabadba, ha az időjárás megengedi, ugyanakkor beszélgetünk a könyvekről is, meg kézműveskedünk is, meg nagyokat beszélgetünk, és egy kerékpártúrával zárjuk minden esztendőben a tábort, ez pénteken lesz most. Tatára, a tópartra szoktunk elkerékpározni a kerékpárúton. De ami lényeges, előző nap délután a körzeti rendőr tart egy játékos oktatást a gyerekeknek a kerékpározás szabályairól. Természetesen a szervezők figyelembe veszik a gyerekek ötleteit, kívánságait és igényeit is, így a tervezett délutáni kézműves foglalkozás helyett számháborúzás volt a program a Vérteszőlősi Múzeumnál. Hát délelőtt egy szakavatott vezetővel felmentünk az úgynevezett Sárkánysziklához, ahol a paplanernyősök ugranak itt a falu fölött, majd elmentünk ebédelni, és most azt követelték ki az ifjak, hogy ne kézműveskedjünk, hanem számháborúzzunk, úgyhogy itt a múzeum mellett számháborúzik a csapat. 4 óráig tart általában a tábor, de ha valakivel kicsit később jönnek, akkor természetesen megvárjuk, vagy előbb kell hazamenni, olyan is van.